Számunkra egy ünnepnap ez a mai beteljesülés egy sikeres kamarai választásnak, ahol a MAGOSZ minden eddiginél nagyobb felhatalmazást kapott, mégpedig egy kiemelkedő részvétel mellett. A magyar gazdatársadalom olyan szilárd erőt, egységet mutatott fel a májusi kamarai választáson, mint amilyen egyöntetően állt ki április 3-án Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei mögött. A két választás mérlege is jól mutatja, hogy a gazdálkodók értékelik, elismerik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kormányzat tett, illetve megbecsülik azt, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tesz értük. Egymás gondjainak megértése, az ágazatokon átívelő összefogás, a kölcsönös segítségnyújtás az, ami meghozta az eredményt a kamarai választásokon is. Nem véletlen, hogy a május 20-ai kamarai választásokon ilyen hihetetlen eredmény született, ami Európában azt gondolom egyedülálló. Nem egyszerűen egy párt győzött április 3-án, hanem a magyar vidék győzött. Volt 7 bő esztendőnk, most a világ a 7 szűk esztendő felé tart. Az a kérdés, hogy meg tudjuk-e hosszabbítani a 7 bő esztendő időszakát, sőt nem csak meghosszabbítani, hanem fejlesztésekkel még meg tudjuk-e fejelni azokat a jó éveket, amelyek mögöttünk vannak. Ha dolgozunk, ha elvégezzük a munkánkat, ha a kormány is időn meghozza a döntéseit, ha az agrárkamara se adja föl Brüsszelben a tárgyalási pozíciókat, ha önök is elvégzik a munkájukat, akkor lehetséges a mögöttünk hagyott jó esztendők meghosszabbítása a magyar mezőgazdaságban. A felhatalmazásában megerősített agrárkamara, és mondhatom tán az egész magyar gazdavilág, továbbra is megbízható partnere kíván lenni a kormánynak. Miniszterelnök úr továbbiakban is számíthat ránk, és hisszük, hogy mi számíthatunk a kormányra.